Ugyanúgy, mint a fia, eget és földet képes összekötni. Ez a dolog egyik fele. Tehát Szűz Máriának ez a szubstanciája az én számomra talán a legfontosabb. Az ősvallásokban a női és a férfi principium mindig külön volt választva. Tehát a magyar népművészetben, ha egy tornyon jobb oldalt, ha szembenézünk vele, a dagadó holdat látjuk, az a női principiumot jeleníti meg. És a toronynak a bal oldalán, ha látjuk a svasztikát, amelyik a napot jelképezi, akkor ez a férfi principium. És amióta a magyarság fölvette a kereszténységet, azért a kettő között fönt ott van a kereszt, amelyik ezt a kettőt képes egyesíteni a megváltásnak a jegyében. A női principium tehát a hold, amelyik vízfény, amely a napnak a vízfénye, de sokkal közelebb van a földhöz, mint a nap. És sokkal több földerőt, termékenységi erőt hordoz magában, mint a nap principiuma. És amikor az asszonyi istenségről gondolkodunk, mint teremtő erőről, akkor Máriának a képe beúszik ebbe a történetbe, de évezredekre visszamenőleg. Tehát a golgotai eseményeket megelőző idők is benne vannak ebben, az egész sumer kultúra, az egész távol-keleti kultúra, az egész Tibet, Mexikó, Dél-Amerika. Azok a világok, amelyeknek a kultúráját egy sajátos rabló fajzat eltörölte a föld színéről. Ez a rabló fajzat, ez Nyugat-Európa. Angolok, spanyolok, franciák és a többiek, akik attól lettek gazdagok, hogy kifosztottak más népeket és kiirtottak más népeket. És most osztják nekünk az igazságot, és ide jön az IMF, és meg akarja mondani, hogy mi holnap mit tegyünk és hogy legyünk. Ugyanaz a principium, ugyanaz a sötét elhivatottság, amivel nekünk szembe kell állni. A legkeményebben kell szembeállni, és nem hivatkozni, hanem a kereszténység nevében szembe kell állni ezzel, mert a mi számunkra nem mammon az Úristen, nem a pénz az Úristen. A pénz fontos, de nem annyira, hogy az motiválja az életünket. Nem. A mi életünket a sorsunknak kell motiválnia, amelyet ne a gyógyszergyárak írjanak meg, ne a bankok írjanak meg, hanem mi egymásnak írjuk ezeket meg, lányok, fiúk, gyerekek, unokák és így tovább.